Isten hozott mindenkit, én is nagyon örülök, hogy itt együtt tölthetünk egy órát. Ennek a műsornak az a címe, hogy szolga, csak egy van az Isten. Ez egy Vörös Sándor versnek egy nagyon találó és nagyon sokat mondó teológiailag is izgalmas sora. És az egész műsorról annyit szeretnék mondani, hogy tavaly, amikor Vörös Sándor születésének 100. évfordulóját ünnepeltük, akkor Csöngén, az ő szülőfalujában egy istentisztelet keretében is megemlékeztünk erről az ünnepről. És mivel Vörös Sándor evangélikus volt, ezt talán jelenlevők nem is tudják, és azt gondolom, hogy büszkék lehetünk arra, különösen is ebben a mostani évben, amikor a reformáció és kultúra évet ünnepeljük, 2017-re a reformáció 500. évfordulójára is készülve, akkor fontos számot vetni azzal, hogy kik az evangélikus őseink, és ki mindenki tartozott az evangélikus kultúra meghonosítói közé. Nos, akkor egy istentisztelet keretében is megemlékeztünk erről az ünnepről, engem kértek egy igehirdetésre, és én rögtön azt gondoltam, hogy úgy lenne méltó Vörös Sándorról egy rendhagyó igehirdetés keretében megemlékezni, hogyha ott el is hangzanak Vörös Sándor versei, de ne egyszerűen csak prózában, hanem annak a Grillus Dánielnek a zenei tolmácsolásában, aki a kalákával és szólistaként is nagyon sok Vörös Sándor verset megzenésített. Azt gondolom, hogy az együttesét is és őt magát is nagyon jól ismeritek, és talán több általa már énekelt Vörös Sándor verset is ismerhettek, akár koncertekről, akár DVD-ről, CD-ről. És úgy gondoljuk, hogy ez a mostani együttlét azért is jó lehet, mert egy kis érettségi fölkészítés, hiszen Vörös Sándor tétel lehet, az is lehet, hogy ez a mostani egy óra majd nagyon jól jön majd jövőre, amikor írásbeli vagy szóbeli vizsgán esetleg eszetekbe villan, hogy mit is hallottatok Vörös Sándorról. Azzal szeretném kezdeni, hogy egy bibliai idézettel élnék, és egy Zsoltár, a 27. Zsoltár 4. verse így hangzik. Egyet kérek az Úrtól, ezért esedezem, hogy lakhassam az Úr házában életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szépségét, és gyönyörködhessem az ő templomában. Az Úr szépségéről, Isten szépségéről beszél ez a Zsoltár. Szokatlan ez az összetétel, hogy Isten szép. Arról szoktunk szólni, hogy Isten jó, Isten igazságos, Isten hatalmas, Isten erős, de hogy az Isten szép volna, ez egy ritka kifejezés, viszont azt gondolom, hogy egy költőre való emlékezés kapcsán valóban beszélhetünk Isten szépségéről. Ez a mostani műsor úgy fog összeállni, hogy Dani majd énekel, és citerán kíséri ezeket az énekeket, én pedig bizonyos teológiai reflexiókat fűzök majd ehhez, az egyes énekekhez, és rögtön akkor, ha már teológiai reflexióról beszélünk, akkor megemlítem, hogy a mi számunkra az Isten az a Szent Háromság Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek Isten. Isten szépségéről tehát úgy is beszélhetünk, hogy az Atyának, a Teremtőnek a szépsége, és Vörös Sándor, amikor megszületett egy kemenesaljai kis faluban, Csöngén, akkor egy olyan tájba született bele, ami meghatározó volt az ő költészete és az ő későbbi fejlődése szempontjából. Hadd olvassak fel egy idézetet Füst Milánhoz írt verséből, 1935-ben ő ezt írta. Ehhez a tájhoz, a kemenesaljai tájhoz, ez ott ugye észak-nyugat Magyarországon van, minden idegszállammal hozzáfortam, a rába füzeseihez és holt vizeihez, a völgy száraz vagy zsombékos pata ágyaival megszaggatott gabonaföldjeihez, a meredeken emelkedő és tetején kilométerek hosszat asztallaposságú kemenesi dombháthoz, a dombhoz lapuló apró faluhoz, innen viszek mindent a verseimbe, szín, alak és vonal, és főképpen hanghatásokat. Igen, ez a meghatározó élmény a gyönyörű tájról, az később a költészetében is visszaköszön. Vörös Sándornak egyik legnagyobb műve a Psziché, amelyben egy 19. századi költőnek, a 18.-19. századi költőnek, a költőnőnek ráadásul a bőrébe próbál belebújni, és ennek a vers ciklusnak az elején egy nagy rét közepén áll meg a főszereplő, és ott hangzik el ez a néhány sor. Patak partján Isti Pisti, furuláz nekem, ki vagyok én Isti Pisti, a szép szerelem.
Nos, a patak partján ez a hangulatos találkozás talán emlékeztette Vörös Sándort, amikor megírta ezt a versort, vagy ezt a szakaszt, emlékeztette a Csöngei tájra, amelyben a gyermekkora gyökerezik. Egy másik versben ezt írja, mikor pelenkám volt még és dadám, a hold a kezemnél ült az almafán. Milyen szép sor ez, hogy a hold a kezemnél ült az almafán, hogy ott vagyok egészen közel a természethez. Én voltam Csöngén, már csak azért is, mert annyi önéletrajzi motivumot elárulhatok, hogy az én édesanyám is ott született, és ezért az én számomra is nagyon fontos ez a falu. És amikor ott jártam, akkor felidéződött bennem, hogy talán a mostani öregasszonyok is, akik ott ülnek a padon, a lócán, és fejkendősen, ott diskurálnak, beszélgetnek, pletykálkodnak, talán ugyanazt folytatják, amit a kis Vörös Sándor is a 30-as években átélhetett, és erről bizony írt is egy verset a pletykálkozó vénasszonyokról. Hallgassuk akkor meg először. Szerintem óvodáskodott a Úristen. Júli néni, Kati néni, legyetek gyerepegyek, üldögélek a sorokba, jár a nyelvük, mint a rokka, legyetek gyerepegyek. Bárki ingyen robajája, legyetek gyerepegyek, nyugatvágra követébe kidűzik a háza lénybe, legyen. Így lehet aztán pletykálkodni és folytatni. Ez egy meghatározó gyerekkori élmény lehetett, de Vörös Sándor számára még a pletykálkodó vénasszonyoknál is fontosabb volt egy tiszteletes úrnak, a helyi lelkésznek a hatása. Őt úgy hívták, hogy Hutter Zsigmond, aki nagyon korán fölismerte Vörös Sándorban a tehetséget, a szunnyadó tehetséget. És azt mondta, hogy az én parókiám, az én lakásom mindig nyitva van előtted, gyere, beszélgessünk, vegyél le könyveket, én ajánlok is neked könyveket. És leírta később Vörös Sándor, hogy már 10 éves korában Shakespeare összes művét végigolvasta, összes drámáját végigolvasta, mert ez az idős lelkész odaadta neki, és kedvet csinált ennek az olvasásához. És azt hiszem, hogy ez nagyon meghatározó, hogy ilyen lelkész példaképeket ismerhet valaki már kicsiny korától kezdve. És a templom, a Csöngei templom, ahol megkeresztelték, ahol konfirmált, nyilván az ő számára különösen is fontos emlék volt, és az egyik énekében, ami úgy kezdődik, hogy egy versében, ami úgy kezdődik, hogy árnyak sora ül a réten, ez a templomi harangozás, ez a bim-bam is visszaköszön. Hogy is szól ez a harang? Hogy is hangozhatott ez? Árnyak sora ül a réten, nyájzsong le a falu végen, zúdong sűrűn a rampánkon, békák dalak el az árkon. Bim-bam, bim-bam, torony üregében élt hang kiemel az ég. Csillag süt a szeder ára, lassan jön a pásztor álma, rezdő fű a feje hajja, nyári egemet akarja. Bim-bam, bim-bam, torony üregében élsz, antihelel az égben. Amikor itt megszólal a szomszédos templomnak a harangja, akkor talán ti is ezt a bim-bam hangulatot élitek át, hogy mit is jelent az, hogy a torony üregében érzfal... Érzhang. Érzhang. Segíts! Torony üregében érzhang pihen el az éjben. Érzhang pihen el az éjben. Hát, tehát gyönyörű versor, igen. És eltávolodik is hosszasan halljuk, aztán már nem. És ez a harangozás, ez akkor visszavezet minket a kezdő zsoltárhoz, amit ugye úgy olvastam, hogy egyet kérek, hogy gyönyörködhessem az Isten szépségében. Az Isten szépségére emlékeztethet minket a harangszava, de az Isten szépsége ott van a teremtettségben, az egész természetben, a teremtett világban.
Vörös Sándor a természet nagy költője volt, a teremtettségnek a költője volt. Van egy olyan verse, Ének a teremtésről az a címe, ebből egy néhány részletet olvasok fel. Amikor Isten a világot szülte, a mindenség az újjára fagyott, hogy a föld, hogy a víz felmelegülne, föléig gyújtotta fönn a napot. Majd a nap után megteremtette a holdat, s fölkelt a hold, szelíd helytartó a király helyén. S hogy fény legyen itt lenn, ha a hold kiapadt, kigyújtotta Isten a csillagokat. Hogyha nyárében megállunk a csillagboltos ég alatt, és nézzük a holdat, nézzük a csillagokat, akkor átéljük tényleg ezt az áhítatot, hogy mindez csak egy teremtő Istennek a műve nyomán jöhetett létre. Ez nem lehet véletlen, ez nem lehet esetlegesség. Emögött valami rendszerező elme a teremtő Istennek a szépsége lehet. És Vörös Sándor erről tanúskodott, hogy Isten az Atya, a Teremtő, akinek a szépségében gyönyörködhetünk a teremtett világot látva. Kevesen tudnak ilyen ihletet, szép szavakkal szólni a teremtettség szépségéről. Van egy ifjúsági énekünk is, amit konferenciákon, ifjúsági alkalmakon szoktunk énekelni. Bence Gábor, a Deák téri iskolának az énektanára zenésítette meg Vörös Sándornak egy versét, amely az ima címet viseli. Így kezdődik: köszöntelek a folyók zúgásával, a felhőarcú hegyekkel, a hegyforma fellegekkel, a gong alakú csillagokkal. Valóban az Istent így dicséri az egész teremtett világ. És így a teremtettségben a határtalanságot, a végtelenséget láthatjuk, mint ahogyan van is Vörös Sándornak egy ilyen verse, amely ezt a címet viseli, Ének a határtalanról. Amikor még senki se voltam, fény, tiszta fény, a kígyózó patakokban gyakran aludtam én. Hogy végem valaki lettem, kő, durva kő. Hegylejtőn jégerezettem, hömpölygetett nagy erő. És végül élni születtem, láng, bőre láng. A szerte határtalan űrben mutatom valódi hazám. Fény, tiszta fény, Isten nem csak a világot teremtette, a természetet, hanem benne az embert is. Azt az embert, akinek képességet adott, hogy őt keresse, szólítgassa. A Nem nyúlsz le értem című versben ilyen költői sor fogalmaz meg Vörös Sándor: én mindig szólítalak, mint gerle hívó hangon. Valóban a gerle, ahogyan keresi a társát, az ember keresi az Istent, szólítgatja őt. Vagy egy másik versben: vonj sugaratba, Istenem, mint madár a fészkére szállnék hozzád, de látod a rét örömei közt elpattant a szárnyam csontja. Vagy így folytatódik ez a vers: végy kosaratba, Istenem, mint hal a horogra sietnék hozzád, de látod a gyűrűző mélynek rám tekeredett ezernyi hinárja. Az ember szeretne Istenhez közeledni, de annyi minden akadályozza őt ebben. Sokszor ránk tekerednek ezek a hínárok, aminek a következtében nem tudunk közel jutni Istenhez. E könyörgés mögött azonban egy nagyon komoly teológiai tartalom is húzódik, hogy én, mint ember, nem tudok az Istenhez eljutni, de Isten képes engem megtalálni. Egy Vörös Sándor versor így hangzik: én keresem a hitemet, a hitem engem majd megtalál.
Tehát én keresem az Istent, lehet, hogy nem találom meg, nem olyan könnyű rá rábukkanni, de Isten engem megtalál. Ő tudja, hogy mikor ismeri meg az én életemet, és mikor bukkan majd én rám, akkor, amikor leginkább szükségem van erre. Mert az üdvösség is ilyen, hogy én nem tudom magam megtalálni az üdvösségemet, de Isten az, aki, ahogyan evangélikusként mondhatjuk, ingyen, kegyelemből üdvösséget ajándékoz nekünk. Erről is van Vörös Sándornak verse, Üdvösség című. Csak azért az egyetlen napért érdemes volt megszületnem, amikor szeretni tudtam, és szeretnek-e, nem kérdeztem. Csak ennyi történt teljes életemben, egyébkor szakadékba buktam. Csak azért az egyetlen napért érdemes volt megszületnem. Ha Isten szépségéről beszélünk, akkor nem csak a teremtő Isten szépségéről és a teremtett világ, a természet szépségéről szólhatunk, ez teológiailag az úgynevezett első hitágazatnak a területe, hanem szólhatunk a második hitágazat kapcsán a fiúról, hogy a valljuk is a hiszek egyben, hogy hiszek egy Istenben, mindenható atyában, és hiszek egy Istenben, a fiúban, Jézus Krisztusban, és aztán a harmadik hitágazat, hogy hiszek a Szentlélekben. Most erre a másodikra figyeljünk, hogy hiszünk a fiúban, és Vörös Sándor is, amikor keresi az Istent, akkor azt a fiúban, Jézus Krisztusban találhatja meg. A Vigília című folyóiratnak a 70-es években volt egy körkérdése, amellyel megszólított különböző művészeket, tudósokat, közéleti embereket, hogy mit jelent az ön számára Jézus Krisztus. Vörös Sándor akkor a következőt írta. Számomra csak egy ember létezik, Jézus. Jézus létezik, és ő létezik mindazokban, akik benne és általa léteznek. Azért írok, mert jobban, pontosabban ki akarom fejezni az azonosságot Jézussal, bennem és másokban. Egyetlen célom, egy fokkal közelebb vinni a jó akaratú, érzékeny olvasót ehhez az azonossághoz. A Jézussal való egységhez. Egy költő ihletett szavakkal Jézus Krisztusról szól, hogy ő számára Jézus a legtisztább ember, és minden emberben ezt a Jézust szeretné megtalálni. Persze Vörös Sándort azért nem sajátíthatjuk ki magunknak, hiszen ő nem csak evangélikusoké, nem csak katolikusoké, és ő nem csak keresztényeké. Vörös Sándornak az egész életműve egy hatalmas nagy vallásfilozófiai összefüggésekbe is állítható, de azért elmondható őról, hogy számára Jézus különösen is fontos volt, még ha nem is a szó hagyományos, klasszikus értelemben vett Jézus hite volt. A teljesség felé című nagy művének az előszavában azt írja, hogy ez több, mint világnézet, de kevesebb, mint vallás, mert nincs benne szó Krisztusról, a testet öltött Istenről, aki szakadatlanul meghal és poklot jár az emberért. Tehát Vörös Sándor így beszél Jézusról, hogy ő szakadatlanul meghal és poklot jár. És a teljesség felé az inkább egy filozofikus mű, abban nincsen szó erről a Jézusról, de más verseiben igen. Van például egy képverse Vörös Sándornak, ugye képversnek azt mondjuk, ami vizuálisan is élvezhető, az a címe, hogy kereszt árnykép, és itt a keresztek a négy szárnyára utal, ami fölfelé mutat, ami lefelé és ami oldalra. A felső szára az égre mutat, itt van a te utad, olvasható ebben a kereszt árnykép című versben. Aztán így folytatódik, két oldalsó szára, a kereszt két karja, két felé visz ösvény, s te szabad vagy szabad. Végül az alsó ága a földre mutat, vesződj, itt ás kutat, lásd benne arcodat. A kereszt tehát összeköti az eget és a földet, és a kereszt kiterjesztett két ága pedig az embereket akarja egymással összekapcsolni.
Ez a gondolat, hogy a kereszt olyan, mint egy létra, amely összeköti a mennyet és a földet, a bibliai Jákob álmában is visszatér, hogy Jákob létrája az, amely összeköti az isteni világot a földi világgal, és az angyalok leföl járnak ezen. Nos, ez a létra kép Vörös Sándornak egy sokat idézett versében is visszaköszön. Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. Ha valami szép idézetet akartok magatokkal vinni, és ha eddig nem ismertétek, akkor ezt érdemes megjegyeznetek. Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra. De hogy ez milyen összefüggésben is hangzik el, azt most Hillus Dániel fogja nekünk megszólaltatni, mert ez egy nagyobb ciklusnak a része, és hallgassunk bele ezekbe. Igen, valóban van a teljesség felé egy olyan könyv, amit érdemes elolvasni akkor is, hogyha nem verses kötet, mint ahogy azt Vörös Sándortól megszoktuk, hanem inkább költői prózának mondanám, vagy valami hasonlónak. És ebből én néhány mondatot dallá írtam át. Például ezt, hogy ne mondj le semmiről, ne mondj le semmiről, mert ki amiről lemondott, abban elszáradt, de kívánságaid rabja se legyél. Ha vágyaidat kényezteted, párzak és piaczak, ha vágyaidat megölöd, kísértetként visszajárnak, ha vágyaidat megszelidíted, irába foghatod őket, és sárkányokkal szánthatsz, vethetsz, mint a tökéletes hatalom maga. Ne mondj le semmiről, ne mondj le semmiről, mert ki amiről lemondott, abban elszáradt, de kívánságaid rabja se legyél. És akkor az a tétel, amiről az imént Püspökről már szólt, az a címe annak a versnek, hogy szembefordított tükrök. Örömöm sokszorozódjék a te örömödben, hiányosságom válik jósággá benned. Örömöm sokszorozódjék a te örömödben, hiányosságom válik jósággá benned. Egyetlen parancs van, többi csak tanács, igyekez úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javán legyél. Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás, alattad a föld, fölötted az ég, benned a létre. Örömöm sokszorozódjék a te örömben, hiányosságom válik jóságá benned. Van egy mondat ebben a teljesség felében, tulajdonképpen mondatpárnak is mondhatnám, amit én, amikor a teljesség felé előadás van, akkor többször szoktam egymás után elénekelni, és egy kicsit ilyen távol-keleti szakrális módon gyorsulva, és aztán visszalassulva. A mondat így hangzik, hogy amit nekem adsz, mindenkinek adod, hirdeti a földi hatalom. Amit mindenkinek adsz, nekem adod, hirdeti az égi hatalom. Könnyű összekeverni, mert csak a
szavakkal játéknak tűnhet első pillanatra. Akinek van hangja, és esetleg tud velem énekelni, nem kötelező, mert nem kórus próba van, azzal szeretném együtt énekelni. Próbáljátok meg, kicsit gyorsulunk, aztán majd lassulunk. A mondatot szerintem nem kell mindjárt az elsőre, mindenki akkor kapcsolódik be, amikor akar. Próbáljuk meg, hogy megye. Amit nekem adsz, mindenkinek az, hirdeti a földi hatalom. Amit mindenkinek adsz, nekem adsz, hirdeti az égi hatalom. Amit nekem adsz, mindenkinek az, hirdeti a földi hatalom. Amit mindenkinek adsz, nekem adsz, hirdeti az égi hatalom. Amit nekem adsz, mindenkinek adod, hirdeti a földi hatalom. Amit mindenkinek adsz, nekem adod, hirdeti az égi hatalom. Amit nekem adsz, mindenkinek adod, hirdeti a földi hatalom. Amit mindenkinek adsz, nekem adod, hirdeti az égi hatalom. Amit nekem adsz, mindenkinek adod, hirdeti a földi hatalom. Mindenkinek adsz, nekem adod, hirdeti az égi hatalom. Amit nekem adsz, mindenkinek adod, hirdeti a földi hatalom. Amit mindenkinek adsz, nekem adod, hirdeti az égi hatalom. Amit nekem adsz, mindenkinek adod, hirdeti a földi hatalom. Amit nekem adsz, mindenkinek adod, hirdeti a földi hatalom. Amit mindenkinek adsz, nekem adod, hirdeti az égi hatalom. A bimbam is jókor szólal meg. Rábólintott. Érdemes ezt a mondatot ízlelgetni, hogy mi az, amit a földi hatalom kér, és mi az, amit az égi hatalom. És mi nyilván olyan emberek szeretnénk lenni, akik elsősorban az égi hatalomnak szeretnénk megfelelni, és ha valamit neki adunk, az Istennek adunk, akkor azt egyúttal embereknek is tudjuk adni. És azt a versort is akkor még egyszer ízlegessük, hogy alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra, mert az ember, hogyha az Isten keresi, akkor ezen a létrán keresztül, a Jézus Krisztus formájú létrán keresztül tud az Istenhez eljutni. És Jézus arra adott példát, hogy ő egészen emberré lett, megüresítette magát, vállalta az emberi létnek a kiszolgáltatottságát, például a kötény kötött maga elé, megmosta tanítványainak a lábát, és azt mondta, hogy én szolgálok nektek, és ti is így legyetek egymás szolgái. Pál apostol ezt úgy fejezi ki, hogy Jézus nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem szolgai formát vett fel, megüresítette magát, emberekhez lett hasonlóvá, és mind halálig engedelmesnek bizonyult, a keresztfán elszenvedett haláláig. Vagyis Jézus szolga lett értünk. Amikor kötény kötött maga elé, megmosta a tanítványok lábát, akkor szolgált nekik. Amikor keresztre feszítve fejezte be földi működését, akkor a rabszolgáknak a halálát szenvedte el. Az a vers, ami most elhangzik, az ennek a műsornak is a címadó verse, az utolsó sora így hangzik majd. Szolga csak egy van az Isten. Az egész összefüggés pedig, csak hogy értsük majd akusztikusan is, hogy mi az, ami elhangzik. Valaha én is úr akartam lenni, ó, bár jó szolga lehetnék, de jaj, szolga csak egy van az Isten, s uraktól nyüzsög a végtelenség. Ronyszőnyeg az ennek a ciklusnak a címe. Én is világra hódítani jöttem, s magam meg nem hódíthatom, csak most rólhatom nehéz követkel, vagy állíthatom és becsaphatom. Valaha én is úr akartam lenni, ó, bár jó szolga lehetnék, de jaj, szolga csak egy van, az Isten, s uraktól nyüzsög a végtelenség.
tehát Isten szépségét akarjuk szemlélni, akkor őt szemlélhetjük a teremtőben és a teremtett világban, szemlélhetjük a fiúban, Jézus Krisztusban, aki szolgává lett értünk, és a harmadik hitágazat, a Szent Lélek, akiről a Hiszek Egyben is beszélünk, hogy hiszek Szent Lélekben, egy keresztény anyaszent egyházat, testnek feltámadását, bűnök bocsánatát és az örök életet. Nos, a harmadik hitágazat az a terület, amely talán leginkább a költészethez visz bennünket, hogy Isten szépsége és a költészet az valamiképpen összekapcsolódik. Azt mondhatjuk, hogy a költő számára az ihlet ugye mindig alapvető fontosságú, és mi hiszünk abban, hogy az ihlet az a Szent Lélektől is eredhet. Isten az, aki számunkra lehetővé teszi a szép gondolatok megfogalmazását. Felolvasok egy részletet, hogy Vörös Sándor mit ír akkor arról, hogy hogyan is fogalmazott ő meg verseket. Azt írja, mikor az írás elkészült, fáradtan olvasgatom, javítgatom órák hosszat a szöveget, és egy falusi emberként ezt írja, a tehén érezhet így, amikor borjazás után elcsigázottságában rögtön nyalogatni kezdi a borját. Ahogyan megszületett ez a kis borjú, és az anyatehén azt nyalogatja, úgyis a költő még gondozgatja a versorokat, olvasgatja, javítgatja azt, amit leírt, és aztán így folytatódik ez az idézet, mi különbözteti meg a jó verset a rossztól? Az, hogy a jót túlvilági hatalom diktálja. Tehát a hívő költő azt mondja, hogy a jó versben Isten ihlete, az Istentől kapott ihlet ölt testet. Egy szép versor, így hangzik Vörös Sándortól, mit máló kőre nem bízol, mintázd meg levegőből. Valóban így lehet a biblikus témákat megmintázni egészen az ihletettség jegyében, és jó, ha tudjátok, hogy Vörös Sándornak nagyon sok biblikus verse van Ábrahám áldozásáról, vagy Máriáról, Jézus édesanyjáról, vagy egyéb újszövetségi témákról, és az ő számára ez a Szent Lélekkel való egyesülés különösen is az ihletettségnek a területe. Az egyik vers így kezdődik, ha nézem a világot. Ha nézem a világot, a világ visszanéz, azt mondom, össze-visszaság, ő feleli, teljes egész. Azt mondom, csupa valótlan, a semmiség ragyog, ő feleli, nézd meg jobban, a valóság én vagyok. Azt mondom, menő idegenség, sok átsuhaló tüneli, ő feleli, nézz a tükörbe, amit ott látsz, az vagyok én. A világnak ez a szépsége áhítattal tölti el az embert. Amikor az ember lelke egyesül a Szent Lélekkel, és a káoszból kozmosz lesz, a zűrzavarból egyszer csak rend lesz. Hajnali áhítat az egyik versének a címe, olvasok három sort ebből, szűz rózsákkal kél a hajnal, égő szívvel, dalos ajkal, üdvözöllek alkotóm. Vagy a vers végéből még idézek, piros ajkal, énekekkel, szép orszával jő a reggel, Szent Lélek köszöntelek. Hadd legyek kezedben csésze, melynek kemény, tiszta széle vízfénnyel köszönti reggel ősszülőjét a napot. Vagyis a Szentlélek köszöntése ebben a versben az az áhítat, amelyet a költő átél, és amelyet mi is újra és újra átélhetünk egy gyönyörű szép hajnalban, vagy egy naplemente során, amikor egyesülünk a természet szépségével. Erre a világra Vörös Sándor újra és újra rá tudott csodálkozni, ráhagyatkozott Istenre, és közben mindvégig gyermek tudott maradni.
Van egy olyan kis kötetem, ezt egyébként dedikálta is nekem Vörös Sándor egyszer egy könyvhéten, valamikor nem sokkal halála előtt, a 70-es években, 80-as évek elején, és ennek az a címe ennek a kötetnek, hogy egysoros versek, de azért van benne két soros vers is. Az egyik például így hangzik, és ezt is érdemes magunkkal vinni. Isten rajtad, végtelen könny. Isten benned, végtelen mosoly. Valóban, hogyha ezt éljük át, hogy Isten ránk nehezedik, akkor egy nagy könnycsepp az egész. De ha Isten bennünk van, akkor az végtelen mosoly. És ez a mosoly, ez a játékosság jellemző volt Vörös Sándor költészetére. Dani, te ismerted Vörös Sándor személyesen? Igen, volt. Én már vénember vagyok, úgyhogy ismerhettem. Volt koncertünkön, még a ős Kaláka idejében a Vízivárosi Pinceklubban, tudjátok, a Kaláka az idén már 45 éves lesz, tehát elég régóta muzsikáljuk az ő verseit is. Talán mindjárt az első koncertünkön is énekeltünk Vörös Sándor verset. És ha már a dedikálás mondod, amikor még 1971-ben talán, akkor fölmentünk egyszer hozzá valami új nótát megmutatni, és vittem egy kötetet, kérvén ugye az idős mestert, hogy dedikálja nekem, és a legnagyobb megdöbbenésemre azt írta bele, hogy Grillus Dánielnek szeretettel és köszönettel Vörös Sanyi. Hát egy ilyen fantasztikus ölelő szeretettel vette körül az embert. Én azt sem gondoltam, hogy odaírja Grillus Dánielnek. Na, aztán annyi. De valóban nagyon jó volt vele találkozni. Mindig, ha mutattunk valamit, olyan is volt, hogy például egy Kaláka notánál azt mondta valamelyik sorra, hogy várjatok csak, azt átírom, mert az úgy jobban passzol a dallamotokra. És fogta, áthúzta a kötetben, és azóta is úgy vettük lemezre, hogy úgy énekeljük. Egész hihetetlen. Más költők kétségbe esetlen ragaszkodnak minden leírott szóhoz, nem, hogy még ők maguk változtatnák meg. Persze, rengeteg sztori van. Bella Pista mesélte a költő, hogy egyszer fölment Vörös Sándorhoz, és mondta neki, Sanyi bácsi, hogy oda akaszt fel a kabátodat, vagy nem tudom, és felakasztott, és nézte a fogast, és volt már egy másik kabát is ott mellette. Pista, te két kabátba jöttél? Tudhatta, hogy volt ott egy kabát mellett. Szóval nem volt teljesen földön járó, állandóan éjszaka élt tulajdonképpen, mindig akkor írt, és elég későn feküdt le, hát olyan délután tájban. Vagy is csak, nem is tudom. És akkor éjjel dolgozott. Az volt számára a munkaidő, mint Sztalin elvtársnak mondhatnánk, csak ő egész más tevékenységet végre. Ő is mindig éjfélre hogy hívta össze a központi bizottság üléseit, vagy valami hasonló. Na. Vörös Sándornak egy olyan verse, amit örülnék, hogyha elénekelnénk, így a Szentlélek gondolatkörben, ami a hársfa mint virágzik kezdetű, hiszen erre a szépségre azt hiszem nagyon jól rátalál. Ez is a Roncsőnek ciklusban van. A hársfa mint virágzik, a csíz mind énekel, a lombsugárba házik, csak szíven alszik el. Nyílnak feléd a lányok, mint ékszer ládikók, nem is figyelsz utánuk, kedvedbe szűnte pók. A hársony virágzik, a csíz mind énekel, a lombsugárba lázik, csak szíved alszik el. Már csak hitet szeretnél, szolgálnád ég urát, minden hiút levetnél, viselnél szűrt csuhát. A hársony virágzik, a csíz mind énekel, a lombsugárba lázik, csak szíved alszik el. A hársony virágzik, a csíz mind énekel, a lombsugárba lázik, csak szíved alszik el. Akár az atyáról, akár a fiúról, akár a Szentlélekről beszélünk, mindig a szépséghez tértünk vissza. Aki ennyire szereti a természetet, ennyire szereti az embert, ennyire szereti az Istent, az mi számunkra azt hiszem, hogy példa lehet. És
amit hallottunk egy-két személyes élményt ebből a nem egészen erről a nem egészen földön járó költőről, aki valóban egy ilyen nagyon elvarázsolt ember, egy igazi művész élek lehetett, az jól összefoglalja ugyancsak a költőtárs Orbán Ottónak egy nagyon találó idézete, ő ezt írt a Vörös Sándorról: a kis madárember testében a természet mozárti csodát üzemeltetett. Talán szeszélyből, talán szándékosan, hogy megmutassa, nincs minden kérdésre válasz. Vörös Sándor valóban egy ilyen mozárti csoda volt, mintha az Isten szeszélye teremtette volna, de éppen azért, hogy nincs minden kérdésre válasz, mert ő ilyen, és ő ezt tudta nekünk adni. Egy adósságunk van Vörös Sándorral kapcsolatban mindenképpen, mert ő azt szerette volna, hogy szülőfalujában Csöngén temessék el. Egy versében ezt írja: így rendelem, ha meghalok, engem kriptánkba rakjatok, illendő régi módon. Kis Csöngém földjén szántsa szét csontjaim sáros tömegét egy késői utódom. Valami oknál fogva mégsem Csöngén temették el, hanem Budapesten a Farkasréten, egyébként evangélikus lelkész és katolikus lelkész szolgálatával, felesége Károlyi Ami, aki szintén költő volt, ő még nem is akármilyen költő, ő katolikus volt, és ezért mind a két egyház képviselői ott voltak, de azt hiszem, hogy a késői utódok tartoznak még ezzel az örökség teljesítésével, hogy egykor majd Vörös Sándor hamvait elvigyék Csöngére. De ez már nem a mi feladatunk. A mi feladatunk az, hogy gyönyörködjünk Isten szépségében, Vörös Sándor verseinek a segítségével, gyönyörködjünk a szép versekben tehát, a szép természetben, a szép dallamokban, a szép templomban, a szép emberben, igen, a szép Istenben, a szép életben, a szép születésben és a szép halálban is. Az utolsó vers, amit most megzenésítve hallhatunk, az a Bolero címet viseli, és talán elmondhatjuk, hogy ez éppen erre a csöngei istentiszteletre készült. Két nappal az alkalom előtt én felhívtam Danit, hogy ismered-e a Bolero című verset. Azt mondja, persze, hogy ismerem, hiszen láttam is Vörös Sándor elmondásában, hallottam is a YouTube-on, ez megvan. Megvan-e neked, megzenésítetted-e, kérdeztem tőle. Azt mondja, hát nem, de megpróbálom, hát ha lesz majd ihletem, mondtad, azt hiszem. De még azt is mondtad, hogy most éppen úton vagyok Pécsre, vagy Siklósra, vagy nem tudom, hova, valami koncertre. A Fishingon Orfűre mentünk, az ismerjük a Lovinak a fesztiválja ott a Orfű, és a buszba ott olvasgattam, és emlékszem, hogy ott néha kanyargott, még föl is fordult a gyomlom, de azért csak lekottáztam, ami eszembe jutott. Meg ez valóban telefon... egy nappal a csöngei. Telefonodra is aztán feldúdoltad, vagy felfütyülted, azt hiszem, a dallamot. Ma már könnyű a zeneszerzőként. És aztán mentünk Csöngére két autóval, és akkor hívom útközben, hogy Dani, meg lesz-e a Bolero, megzenésítetted-e? Azt mondja, még nem vagyok egész kéz, de megálltam egy benzinkútnál 50 kilométerre Csöngétől, talán kész leszek vele. És akkor megérkeztünk, akkor megtörtént a csoda, ezt én legalábbis úgy éltem át, hogy elkészült ennek a nagyon-nagyon szép versnek a megzenésítése, és akkor a műsorunkat ezzel a verssel szeretnénk befejezni, amely már az elmúlásról szól, de amely kötelez minket mindenképpen arra, hogy emlékezzünk egy bár nem élő költőre, de akinek az életműve mindenképpen maradandó. Mind elmegyünk a ringatózó fák alól, mind elmegyünk, a pálás ég alatt mind indulunk a pusztaságon át. A száraz ég alá, ahány mi együtt vagyunk, olyik még visszanéz, a holdsugár a lábnyomunkba lép. Végül mind elmegyünk, a napsütés is elmarad, és lépdelünk a csillagok mögött a menny abroncsain, tornyok fölé, olyik még visszanéz, és látni vágy, hullott almát a kertben, vagy egy bölcsőt talán,
ajtó mellett piros ennyion. De késő már, gyerünk. Ahogyan a harangok konganak, mind ballagunk. Mindig másként a csillagok mögött a puszta körfalán. Ahányan végre így együtt vagyunk, mint elmegyünk.